6 dolgot akartunk, abból 5-ben lényegében időre jutottunk egymással. Az, hogy a görög határt közösen védjük meg, ha Görögország maga erre nem képes, ebben nem sikerült előre jutni, illetve itt nem értük el a célt. Kár, hogy ez a legfontosabb az összes javaslat közül. Ilyen értelemben tehát továbbra sincs védve Európának a külső határa, és Görögországon keresztül továbbra is jönnek a nemzetközi egyezményeket megsértve illegális migránsok. A többi pontban teljesen vagy részlegesen egyetértettek az országok vezetői. A második pont arra irányult, hogy már a schengeni határokon kívül szét kellene választani a menekülteket és a gazdasági bevándorlókat. Ez az elképzelés egybevág a brüsszeli elképzelésekkel, amelyek szerint az EU-nak akár 1 milliárd eurót kellene áldozni a Törökország, Libanon, Jordánia menekülttáboraira és újak létrehozására. A harmadik pontban hangsúlyozzák, hogy a biztonságos országok listáját az EU határozza meg. Orbán szerint nem lehet felmentést adni Athénnak, miközben épp rajta keresztül érkezik a legtöbb menekült. A negyedik pont a válság pénzügyi hátterének megteremtésére vonatkozik. Eszerint minden tagállamnak növelnie kellene a befizetéseit 1%-kal, és csökkentenie kiadásait 1%-kal. Ezzel 3 milliárd eurót lehet a válságkezelésre fordítani. Az ötödik pont szerint kiemelt partnerségi viszonyt kellene azokkal az országokkal létesíteni, amelyek nélkül nem kezelhető a helyzet. Ezek elsősorban Törökország és Oroszország. Már az Amerikai Egyesült Államok is rájött, hogy tárgyalni kell Moszkvával, amire a kelet-európai fél is készen áll. Oroszország az elmúlt hetekben jelentősen megerősítette katonai jelenlétét Szíriában. A hatodik pont már az egész világot érinti. A javaslat szerint a menekülteket nem csak európai szinten, hanem az egész világon kellene szétosztani. Persze a világkontingens elsősorban az Egyesült Államok hatékonyabb bevonását jelenthetné. Washington egyelőre csak 10 000 menekültet vállalna, de más országok is részt vehetnének a menekültek elhelyezésében. Erre már így is van példa. Brazília például egyenesen 7 000 libanoni táborban lévő szíriai menekültnek adott vízumot és repülőjegyet, hogy beutazhassanak és letelepedhessenek ott. Venezuela 2 hete 20 000 menekült befogadását vállalta, de Izland vagy Kanada is 10 000-eket fogadna be.